Képzőművészettel folytatjuk. 2002-ben ünnepeltük először itt Magyarországon a Magyar Festészet napját. Ennek apropóján Súlyog Géza festőművész urat köszöntöm nagy szeretettel itt a stúdióban. Ugye itt végzett a Nyíregyházi Főiskolán, és most ide tért vissza, hiszen itt alkot és tanít is ebben a városban. Egy festőművésznek, mint ön, mennyire fontos az, hogy azért az utánpótlással is foglalkozzon, hogy legyen mondjuk 30-40 év múlva is olyan alkotó, aki ehhez hasonló csodálatos képeket készít, amelyet most elhozott ide hozzánk? Ez egy nagyon fontos kérdése a szakmánknak. Nagyon sokat változik a élet, a társadalmi élet és maga a művészet is körülöttünk. Ez naponta vet fel újabb és újabb megoldandó problémákat, így ebben történetesen maga a tanítás is fontos lett számunkra. Az alkotó munka mellett én is úgy éreztem, hogy kell törődni a következő generációval is. Mert mi az, amire tulajdonképpen ma igazándiból kíváncsiak? Tehát, vagy van-e egy olyan vonal, ami felé mondjuk el kell menni, akár a festőművészetnek? Társadalmi elvárás nyilván megvan, a következő generációnak hagyunk a festés által újból nyomot. Na most a festés maga, az pedig egy külön elhivatottságot igénylő szakma szerintem. Keskevörös dudásnak kell lenni annak, aki egy ilyenbe bele akar vágni. Nagyon sok feladat és kihívás van folyamatosan. Na most maga a festés viszont egy óriási öröm. Azt tudjuk, hogy a mindennapi életünket milyen fokon határozzák meg a színek, akár még itt a stúdióban is. Azt tudjuk, hogy a színeknek külön pszichológiai hatása van, tehát meghatározólag tud akár jelen lenni az életünkben. Na most a színeknek a hosszú évszázadok, évezredek alatt jelentést tulajdonítunk, tehát a szín önmagában kifejező erővel is bír. És innentől kezdve a gondolatainkat is meg tudjuk vele jeleníteni, akár a társadalom számára. Ugye ez az ön festészetére is nagyon jellemző, akár most ezekre a képekre pillantunk, amit ide elhozott a stúdióba, tehát hogyha így egy szóval kellene kifejeznem, akkor a vidámság, vagy az öröm, azok, ezek a szavak lennének azok, amelyekre asszociálok, hogyha visszagondol arra, amikor először ecsetet vett a kezébe, akkor is mondjuk ezek az érzések voltak a dominánsak? Tehát, hogy valami jó érzésből fakadtak ezek az első próbálkozások, és így maradt tulajdonképpen ez a fajta irányultsága? Igen, én azt hiszem, hogy festéshez nagyon fontos az, hogy legyen mondani valónk, valamilyen gondolatot akarjunk kezelni. Most én 25 évig reklámgrafikusként dolgoztam, és 49 éves koromban éreztem úgy, hogy felgyűlt bennem annyi mondani való, hogy azt akár meg is festhetném. Na most a színek szeretete az mindenképp, mivel nagyon erősen hatnak ránk a színek a hétköznapi életbe is, az eleve egy ilyen függőséget okoz, tehát én azt hiszem, hogy az igazi festők mániásan festenek. Na most a tartalmi mondani való meg annyiból nagyon fontos volt ekkoriban számomra, ugyanis ekkor találkoztam a szerintem tényleg szuperlatívuszokba dicsérhető nyírségi kazettás mennyezetekkel. És ezek a kazettás mennyezetek itt Gyügyén, Csengeren, Csengersimán, Sonkádon, Tákoson rendkívül megérintettek. Az a finom naív világ, az a finom meseszerűség, az az elmesélő kedv megérintett. Na most, amikor ennek ráadásul ezeknek a templomoknak megismertem a működési rendjét, mégpedig azt, hogy ezek nem csak közösségi térként, Isten házaként voltak jelen ezekbe a kis falvakba, hanem naptárként is működtek. Ez rendkívül felkeltette a érdeklődésemet. Úgy éreztem, hogy egy olyan
számunkra is fontos, természetmegóvó gondolkozást rejt a kazettás mennyezetek üzenete, ami a mi korunkhoz is kell, hogy szóljon, és én úgy érzem, hogy ez lökött a festés irányába, és ezeknek a jeleknek a megértése még most is fontos számomra, és az főleg, hogy ezeket a jeleket a mi korunk vizuális nyelvén újra fogalmazzuk az utódaink számára. Ugye ez a vizuális nyelv, ez már nagyon sokrétű, és erről is nagyon sokat beszélgethetnénk, hogy a 1-2-3 sok dimenzió és a sok-sok varázslat, amit akár egy számítógép vagy egy laptop segítségével művelhet bárki, az mennyire hangolja át magát ezt a művészetet, vagy a festészetet, már csak egy kérdés. Egyáltalán lehet-e tanítani a szépérzéket? Ez egy jó nehézkedés. Hát a szépérzéket talán nem, szerintem az egy velünk született tulajdonság. Na most annak a megnyilvánulási formáit viszont szó szerint tanítjuk, esztétika címszó alatt, és a művészettörténetet is szerintem többek közt azért tanuljuk, hogy ezeket a viszonyítási rendszereket megtaláljuk, hogy ez a vizuális nyelvhasználat ne legyen esetleg túl érzelgős, vagy túl semmitmondó, és ezek taníthatók, tehát irányíthatók. Akkor azt hiszem, hogy mindenképpen ünnepi módon egy pozitív üzenettel zárhatjuk ezt a beszélgetést, hogy a festészet nem haldoklik, megvannak azok a kis ecsetvonások, azok a színek, amelyek folyamatosan keverve újabb és újabb alkotásokat termelnek majd, úgyhogy 50-100-150 év múlva is lesznek, akik áhítattal alkotnak, és lesznek, akik ezt majd nézik. Úgyhogy köszönjük szépen. Reméljük, hogy így lesz. Én is köszönöm szépen. Thank you.